Most múlik pontosan címmel jubileumi koncertre készül a Békés Csabai születésű 12 éve üllőn élő Majorosi Marianna. A népzenében és világzenében is otthonosan mozgó Kossuth Díjas Csík zenekarból is jól ismert művésznő igazi közönség csalogató koncertet tervez, amelyet sztárvendégek is megtisztelnek majd. A szeptember 15-i programról a főszereplőt kérdeztük. Ebben az évben 25 éve énekelek, hivatásos énekesként, és nem mellesleg dupla ennyi éves leszek, úgyhogy ebből az alkalomból gondoltam, hogy egy olyan koncertet jó lenne összehozni, ahol megmutathatom, hogy mit is tevékenykedtem ebben a 25 évben. Bevallom, először Békés Csabára terveztem ezt, hiszen ott születtem, és az életem első részét ott éltem le, de az nem tudott valamiért összejönni. Így aztán a második választás az mindenképpen az a város, ahol most már 12 éve élek. Aki ismer, az talán tudja, hogy nagyon sokféle műfajban próbálkozom, illetve hát talán nincs is megfelelője a műfajnak. Egyik oldal az a népzene, a másik oldal pedig egyfajta világzenei vonal, amiben vannak irodalok, vannak átdolgozott zenék, és ezeket a muzsikákat neves előadókkal, szerzőkkel közösen fogjuk ezen az estén előadni. Így szerepelni fog a műsorban Karácsony János James, aki az LGT-nek egy nagy művésze, illetve Lovasi Andris, aki a saját dalait írta. Van olyan dal, amit nekem írt, van olyan, amit megírt, aztán én elloptam. Ilyen is van, és Szabó Attila a harmadik ilyen szerzőtárs, aki a Csík zenekarban a mai napig is ír a számomra dalokat. Ezekből a dalokból, illetve lesznek olyanok, amiket a Csík zenekaros időszakomban, illetve hát az most is tart, tehát a Csík zenekarral közösen dolgoztunk fel, és visszamegyek egészen a kezdetekig, hiszen 25 évvel ezelőtt volt két olyan zenekar, az egyik a Csík zenekar, a másik a Bekecs zenekar, akikkel én nagyon sokat muzsikáltam, és ebből az időből is megszólal egy pár dal. Alig egy hónap van hátra a jubileumi koncertig, hogy telnek ezek a napok, hetek, készül? Igen, készülök, bár rengeteg koncert van most is, amin ott vagyok és énekelek, de természetesen próbákkal és egyéb háttérmunkákkal készülünk erre a koncertre. És hát mivel nem sok idő van hátra, hívjuk fel a kedves közönség figyelmét meg egyszer pontos időpontra és helyszínre, és hogyan lehet jegyekhez jutni? A pontos időpont szeptember 15-e, 18 órakor kezdődik a koncert itt üllőn a Városi Sportcsarnokban. A jegyeket lehet itt a helyszínen is megvásárolni, illetve hogyha valaki a Városházára bemegy, ott is meg tudja vásárolni. És a harmadik lehetőség, hiszen nem mindenki üllői, azok, akik máshonnan szeretnének eljönni megnézni a koncertet, van egy telefonszám a plakátjainkon kitéve, ez 30 454 0441, ezen a számon lehet előre is lefoglalni jegyeket, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és remélem velem együtt fognak örülni ezen az estén.